Ismét jó hangulat töltötte be a felsővárosi közösségi házat csütörtökön délután. Ha nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub tagjai, ez alkalommal a legfinomabb fánkot keresték. 13 nevező közül választották ki a három legjobbat. Krajdli Jánosné szalagos fánkkal készült az eseményre. Kétféle van nekem, van egy ilyen hosszú és szalagos, meg van olyan, amelyeken kevés a szalag, de más az íze. Tehát nem tudom, hogy sikerült. Minden évben van ez nálunk. A fánk, ez egy hagyomány. Az értékelésnél a háromtagú zsűri az íz mellett a fánkok formáját is figyelembe vette. A fánksütőversenyt évről évre megrendezi a nyugdíjas klub. A cél, hogy egy jó hangulatú délután töltsenek el együtt, és ápolják a hagyományokat. Ez egy nagyon szép dolog, a hagyományt őrizzük, úgyhogy a felsővárosi asszonyok vannak itt most, és ők jöttek zsűrizni, aminek nagyon örülök, mert tényleg ők azért hozzáértők, meg azért mindenképpen ugye mi mindig a hagyományra megyünk, hogy az azért kapjon teret. A három legjobb értékelést kapott fánkok készítői a nap végén oklevéllel és koronával gazdagodtak.